fiatalság az egy olyan betegség, ami napról napra gyógyul. Tudták? Igen. Ez fiatal és megöveszik. Egyre egészségesebbek leszünk. Erről beszélek. Olyan betegség, ami napról napra gyógyul. Aztán belehalunk a gyógyulásba. Tessék? Aztán belehalunk a gyógyulásba. Igen. Egészségesen halunk meg. Akkor Pántor urat megkérjük, hogy vezesse be a szentmisét. Szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, az immár hagyománnyá vált évenként megszervezett erdőközi iskolások találkozójára jöttünk össze. Lassan már én is úgy érzem magam, mintha az önök kortársa lennék, és együtt jártuk volna azt az utat, amelyet önök itt annak idején végigjártak. Nem tudom hányadik éve már, hogy itt augusztusban kijárok ide, és önökkel találkozok. Jó látni önöket. Köszönöm. Örülök, hogy most is ilyen szép számmal eljöttek, hogy találkozzanak, hogy beszélgessenek, meséljenek, felidézzék emlékeiket, örömeiket, mindazt, amit annak idején itt megéltek, megtapasztaltak, és természetesen beszélgessenek arról is, ami az elmúlt esztendőben történt önökkel, családjaikkal, szeretteikkel. Mindezeket az élményeket, tapasztalatokat, örömöket, de ugyanakkor fájdalmakat, kudarcokat, veszteségeket is most helyezzük ide Isten oltárához, és kérjük tőle, hogy mindazt, ami szép, azt meg tudjuk őrizni az életünkben, és ez erősítse, táplálja a mi örömünket, a mi békénket, boldogságunkat. Mindaz pedig, ami ebben az esztendőben fájdalomként, nehézségként, megpróbáltatásként, kudarcként volt jelen az életünkben, és megsebzett bennünket. Kérjük Jézust, hogy segítsen ezeket a sebeket begyógyítani mindannyiunk életében. Kérdeztem Kántor urat errefelé jövet, hogy nem tudom, hogy valakit az erdőközi iskolások közül temettünk-e ebben az évben. Van valaki, aki elhúgy? Tudnak róla? Tavaly még itt volt, de most nincs itt. Nem tudnak róla. Na, hála Istennek! Hála Istennek! De persze imádkozzunk azokért is, akik korábban elhúgytak, azokért is, akik akár betegség, vagy bármilyen más ok miatt most nem tudnak itt lenni velünk, de közénk tartoznak, és a szívünkben hordozzuk őket. A jó Isten áldja meg mindnyájukat. A Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket,
hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és fulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szemlőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Szentlélektől vezetve bizalommal atyánknak szólítunk téged. Tökéletes is szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, hogy a megígért örökséget elnyerjük. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a Királyok első könyvéből. Illés proféta elérkezett Isten hegyéhez, a Hórebhez. Bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Az Úr azt mondta neki, menj, és a hegyen járulj az Úr színe elé. S íme az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő sziklákat sodró hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor ezt Illés észrevette, befötte arcát köntösével, kiment és a barlang elé állt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úrban remélek, igében bízom. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, s Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz, Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt három sátra, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta,
keljetek fel és ne féljetek. Amikor szemüket felemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövett Jézus a lelkükre kötötte, senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium igényi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Arról hallottunk, hogy Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és fölment velük egy magas hegyre. Hát az Alföldön hegyről beszélni egy picit furcsának tűnik, mert még a környezetünkben sem látunk sehol hegyeket, de az, ami most itt történik, az valami ilyesmiről szól. Ugye Erzsiká évről évre maga mellé vesz néhány embert, és azt mondja, hogy megszervezi ezt az erdőközi találkozót. Igen. Aztán amikor önök erről tudomást szereznek, hogy mondjuk augusztus 12-én van, akkor szépen egymás mellé szegődnek, és elindulnak, hogy ezen a találkozón részt vegyenek. Látom, hogy vannak itt házaspárok is. Ugye? A férfi maga mellé veszi a nőt, vagy fordítva, és szépen elindulnak, hogy találkozzanak. És ha bár nem kell magas hegyeket megmászniuk, de mégis, amikor ide erre a csendes, nyugodt helyre, környezetbe megérkezünk, akkor talán azt éljük át, mint ahogyan Péter apostolról halljuk, hogy olyan jó nekünk itt lenni. Jó nekünk egy kicsit kimozdulni a világnak a zajából, jó nekünk magunk mögött hagyni a viharokat, a földrengéseket, és az enyhe szellőben megtapasztalni mind az Istennek, mind pedig egymásnak a jelenlétét. Hallottuk az Ószövetségben, hogy hol van jelen az Isten. És akkor Illés próféta életében tapasztaljuk, hogy nem a viharban, nem a földrengésben, nem a zúgó szélvészben, hanem az enyhe szellőben. Mit jelent ez? Ezek a képek, a vihar, a földrengés, a zúgó szélvész, ezek nem valami környezeti, külső hatások, hanem a Szentírás tanítása szerint ezek mind-mind bennünk meglévő valóságok. Hányszor van bennünk vihar? Dúl, fúl az ember lelkében, szívében. Hányszor tapasztaljuk a földrengést is? Önmagunkban, a mellettünk lévőben. Amikor valami fölborul az emberben, fölborul a lelki egyensúlya például, olyan sok minden okozhat bennünk ilyen hatásokat, vihart, lelki viharok, békétlenség, feszültség, összezavarodunk, és keressük Istennek a jelenlétét, hogy hol van, miért engedi meg ezeket. És aztán a folytatásban azt mondja a Szentírás, hogy nem itt van jelen az Isten. Nem a viharban, nem a földrengésben, hanem az enyhe szellőben, vagyis ott, ahol nyugalom van. Isten jelenlétét akkor tapasztaljuk meg, amikor önmagunkban békét és nyugalmat teremtünk. És ez a találkozó ezt a célt szolgálja. Hogy kilépve a otthonainkból, a saját megszokott környezetünkből, itt ezen a helyen békére, nyugalomra, odafigyelésre, elfogadásra, szeretetre lejjünk.
adjuk ezt másoknak, és tapasztaljuk meg, hogy ezt mi magunk is megkapjuk másoktól. Amikor Jézus ezeket a tanítványokat maga mellé veszi és felviszi a hegyre, akkor ott valami olyan békét, olyan nyugalmat, olyan örömet tapasztalnak meg, amely aztán segíti őket abban, hogy attól kezdve a feladatukat, a munkájukat eredményesen tudják végezni. Ugye Péter ott akar maradni. Hát nekünk is jó volna, hogyha legalább 2-3 hetet ugye itt, ebben a békés, nyugalmas környezetben egymással eltölthetnénk. De hát nem lehet. Mindenkinek megvan a maga dolga, a maga feladata, még nyugdíjasként is. Tenni kell a dolgunkat. De ez a kis megállás lehetőséget ad arra, hogy erőt gyűjtsünk. Testi, lelki erőt, feltöltődést. És ezt mi adja? Az egymásra való odafigyelés. Hogy meghallgatom a másikat. Érdekel a másiknak az élete, a sorsa, a személye. Ő is meghallgat engem. És ez a hatás, ez a tapasztalat, ez az élmény feltölt bennünket. Egyrészt megtapasztaljuk azt, hogy nem csak nekünk vannak nehézségeink, hanem a másiknak is. Aztán megtapasztalhatjuk azt is, hogyha figyelünk egymásra, hogy nem az én bajom a legnagyobb, mert lehet, hogy a másiknak sokkal, de sokkal nagyobb baja és küzdelme van. Aztán azt is megtapasztalhatom, hogy a másiknak a nehézségén, fájdalmán tudok segíteni. Tudom azt orvosolni. Egy jó szóval, biztatással, és nem csak itt, hanem majd amikor hazatérünk, akkor is számon tartjuk a másikat. Mert ha valamit velem megosztott, elmondott, akkor ha nem is személyesen, de egy telefonhívással, ugye kapcsolatba tudok lépni vele, és meg tudom kérdezni, hogy hogy van, hogy alakul az élete, esetleg tudok-e valamit segíteni. A találkozások ezt a célt is szolgálják. Hogy egymásról tudomást szerzünk, egymás élethelyzetét megismerjük, és aztán ennek alapján tudunk egymással kapcsolatba lépni, és egymást segíteni. Akár úgy is, hogy imádkozunk a másikért. Ugye sokszor nem tudunk más tenni, mert nehéz a mozgás, nehezen tudunk eljutni a másikhoz, de azért otthon a szobánk falai között egy imádságot el tudunk mondani a másikért. Ugye jó Isten adjon erőt neki, segítse meg őt, tartsa meg őt, és vigyázzon rá. Milyen szép ez. Számon tartani egymást. Hát önök már nagyon hosszú ideje, mint volt erdőközi iskolások, számon tartják egymást. Azért jönnek el ide, hogy találkozzanak, hogy feltöltődjenek, hogy újjongva elmondhassák, hogy jó nekünk itt lenni, jó nekünk itt együtt lenni, és ha nem is építünk sátrakat, és nem is maradunk itt, míg a világ, de fel tudunk egy picit töltődni, meg tudunk újulni, és örömmel, boldogan térhetünk majd haza. Hát kérem a Jóisten, hogy segítse meg önöket, adjon békét, örömet, szeretetet a szívükbe, és adja meg azt a lelkületet, hogy egymást nem csak ma, hanem mindig számon tudják tartani, egymással kapcsolatban maradjanak, érdeklődjenek egymás sorsáról, és ha mást nem is tudnak tenni, de legalább imádkozzanak egymásért, hiszen talán ez a legnagyobb, amit egymásért tehetünk, hogy Isten oltalmába, Isten szeretetébe ajánljuk egymást.
Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Most pedig a felajánlással folytatjuk a Szent Misét. Maradjanak ülve! Testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Urunk Istenünk, fogadd megengesztelődve egyházad áldozati adományait, jóságodból te adtad azokat, hogy felajánljuk neked, és te változtatod át hatalmaddal üdvözítő áldozatunká, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi embert, és szenvedésével minden bűnt eltörölt, majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád Atyához az égbe szállva kitárta a mennyország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőségedbe tölti a mennyek és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott a hívő az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatra. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítők parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten parancsa, te elvezeted a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten parancsa, te elvezeted a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten parancsa, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékokba hanem csak egy szóval, és meggyógyul az én lelkem. Mar
Szentségi eredelvétele üdvözítsen minket és erősítsen meg, hogy mindig igazságot fényében járjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg titeket a mindenható és jóságos Isten, és töltse el szíveteket üdvöt adó bölcsességgel. Amen. Táplálja lelketeket hitünk igazságaival, és tegyen álhatatossá titeket a jó cselekedetekben. Amen. Irányítsa lépteiteket önmaga felé, és mutassa meg nektek a békesség és a szeretet útját. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rejátok, és maradjon veletek mindenkor. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen háló. Csoportképet, mint a tavaly. Jöjjenek ide szépen, jó? De az oltár elé. Vagy köré.